A Xenta Vanessa Top Model idén mutatta be Essa World nevű táplálék kiegészítő márkáját, ami nagyon hamar népszerű lett. Sokan viszont még mindig tanácstalanok, hogy pontosan melyik terméket, hogyan válasszák a márkától, mire jó, és mit mivel érdemes kombinálni. A Szépségnapló mai részében arról beszélgetek Vanessával, hogy hogyan lehet igazán okosan és hatékonyan beépíteni az Essa World italporait és szépségvitaminját a napi szépségrutinunkba. Xenta Vanessa magyar topmodell, 28 éves, 14 évesen kezdte pályafutását, és fantasztikus nemzetközi karriert futott be. 2022 nyarán volt az esküvője, Rahil Gupta ausztrál üzletemberhez ment feleségül. Nagyon fontos számára az egészséges életmód és a sport. A szépségiparban szerzett tapasztalatait úgy szeretné tovább kamatoztatni, hogy 2023-ban megalapította saját Essa World nevű táplálékkiegészítő márkáját, melynek fő célja az, hogy speciális termékeivel segítse a nőket az egészségük és természetes szépségük megőrzésében. Közben újabb izgalmas fejezethez ért az élete, hiszen jelenleg első gyermekét várja. Már sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan született meg az Essa World. Ugye most három termékről beszélünk, illetve négy termékről, csak a fehérje kétféle ízben elérhető. Azt, hogy melyiket hogy érdemes adagolni, szedni, ez persze mindenre mindig rá van írva, de szerintem nagyon-nagyon sokat számít, hogyha valaki, aki mindent tud a termékekről, elmagyarázza, és mondjuk segít abban, hogy hogyan lehet ezt napi szinten nagyon jól beépíteni, akár az étkezési rutinba. Úgyhogy szerintem kezdjük a fehérjével, jó? Vagy nem tudom, te inkább a mást választanál? Nem, a fehérje tökéletes, az úgyis a nagy kedvencem. Miért akartál fehérjét? Miért volt ez a termékkategória mindenképpen fontos neked? Igen, én ezt amikor elkezdtem edzőkhöz járni, mert személyi edzőkhöz járni, tehát én gyerekkorom óta sportoltam, de a személyi edzőknek köszönhetően ismertem meg, és tényleg tanultam meg a testemet, sajátítottam el gyakorlatokat, hogy így tényleg mit, hogyan kell csinálni, és az ők ajánlásával is kezdtem el fehérjét szedni. Elsősorban én azért, mert mindig is nagyon vékony voltam, viszont amikor edzettem, akkor még jobban. Először ugye így kicsit elfogytam, és utána kezdtem el izmot építeni, de annyi fehérjét meg például én nem vittem be, meg nem tudtam annyit enni, hogy egy kicsit mondjuk izmosodjak, vagy formálódjak. Te vegetáriánus vagy? Nem, én amúgy mindent eszek, azért húsból kevesebbet, igyekszem kevesebbet, de hogy mindent fogyasztok, illetve még a tejtermékek azok, amik ilyen. De van valamilyen allergiád? Kifejezetten allergiám nincs, de például azt megfigyeltem magamon, hogyha túl sok tejterméket fogyasztok, akkor az nem esik. Igen, nem komfortos. De hogy például, hogyha kemény sajtot lehet, a sajtokat imádom, kemény sajtokat, azokat azért igen, de a tejet azt már nem tudom, 7-8 éve elhagytam, sőt 10 éve. Úgyhogy ilyen megtaláltam, hogy mi az, ami működik, mi az, amivel figyelnem kell, de van, amikor a kísértésnek, engedek a kísértésnek, és tudom, hogy jó, nem lesz komfortos érzésem, de mégis bevállalom, mert annyira én imádok enni, nagyon szeretek. De hogy visszatérve a fehérjére, tehát hogy én nekem onnan indult el, és nagyon-nagyon megszerettem, megmondom, megértették velem azt is, hogy most az, hogyha egyszer edzés után fogyasztok egy adag fehérjét, attól nem fog megnőni az izmom, tehát ahhoz nagyon sok mindent el kell követni, étrendtől elkezdve az edzésen át, hogy valakiből ilyen izomgyúró legyen, és ezért is szerettem volna, ugye, amikor létrehoztuk az Essa World-ot, hogy mi is edukáljuk a vásárlóinkat, hogy most az, hogy fehérjét vesznek tőlünk, azzal nem izomépítők lesznek, és ugye szeretnénk bemutatni nekik, hogy a fehérje fogyasztásnak is mennyi jótékony hatása van. Na, és ezeket minket mondd el. Igen, tehát ugye, jó, most a fehérjét tényleg azt elsősorban azoknak ajánljuk, akik mondjuk aktív életet élnek, hiszen ilyenkor a testünknek sokkal több, vagy nagyobb a fehérje igénye, a fehérje bevitel igénye. Viszont ugye, ha mondjuk valaki vegán étrendet fogyaszt, különben ez egy ilyen tévhit szerintem, hogy ha vegán vagy, akkor nem tudsz elég fehérjét bevinni, mert pont ugye a növényi fehérjék is nagyon jó alapanyagok tudnak lenni, lehet, hogy ugye kicsit több kell, vagy ugye itt azért érdemes mindig egy szakértővel egyeztetni, mert mindenkinek máshogy működik az emésztése, meg a teste. De hogy akár vegánoknak is ajánljuk, hogy ez is egy jó
fehérjepótlási lehetőség, vagy extra a fehérjebevitel lehetőség, és amúgy szerintem sokan elfelejtjük, vagy nem vagyunk tisztában, hogy tényleg mondjuk nem biztos, hogy elég fehérjét beviszünk. Tehát ezt is meg kell tanulni, meg hogy kinek mennyi a fehérje, napi fehérje igénye. Tehát de van egy általános ajánlás. Van egy általános ajánlás, de ez attól is függ, hogy ugye elsősorban nő vagy, a férfi vagy, mennyit mozogsz, milyen életkorban vagy, mi az igényed, hogy súlyt szeretnél tartani, fogyni szeretnél, vagy éppen gyarapítani, akár ez most izom vagy súlygyarapodás, tehát hogy nagyon sok a befolyásolási tényező, de hogy ez egy remek lehetőség, ugye egy adag fehérjénkben nekünk van 20 g fehérje, de 30 g egy adag, itt még az extra 10 g, ez a szuper zöld és vörös gyümölcskeverék, amiről már beszéltem. Úgyhogy így 30 g egy adag, de hogy 20 g a fehérje mennyiség. És én ezt most így várandóság alatt is fogyasztom, főleg most, mert az elején nagyon sokszor így bajba voltam, hogy most akkor mit tehetek? Milyen húst tehetek, meg valahogy így nem is kívántam, és akkor így a fehérjét nagyon jól bele tudtam illeszteni, viszont ezt azért ugye mindig megemlítjük, hogy ezzel nem tudjuk azért helyettesíteni azt az étrendet, és ez egy kiegészítés, de most az, hogy mindent elhagyunk, és csak fehérje port fogyasztunk, az nem... Jó, hát a szélsőség az... Igen, tehát, hogy ez szélsőség, de hogy nekem így a terhesség alatt is nagyon-nagyon jól jött, és hogyan lehet fogyasztani? Elképesztően sok lehetőség, ugye a legegyszerűbb, hogy vízben elkeverve, mondjuk a fahéjas csoki ízünk, az vízben is tökéletes, tehát hogy én azt nagyon szeretem, a vaníliás is, de ugye a fahéjas csoki is az ilyen isteni, és én a vaníliásat nagyon szeretem beletenni smoothiekba, és ugye én a smoothiekat is azért szoktam készíteni, mert mondjuk egy reggelit ki tudok vele helyettesíteni, vagy edzés után, vagy előtt. Ugye, na ez is például, hogy mikor érdemes fehérjét fogyasztani. Tehát meg kell találnod, hogy mi az, ami beválik neked, de ugye sport neked után... Én sport után szeretem, mivel a fehérje segít az izmok regenerációjában. Tehát ugye ezért is egy nagyon jó választás, hogy mondjuk edzés után. Általában ilyen 15 perccel, tehát hogy legalább egy 15 percet várok. Tehát pont megcsinálod mondjuk a turmixodat? Igen, vagy még hazaérek, és akkor megcsinálom a turmixot, és ilyenkor ugye én amit a turmixomban szoktam tenni, az tehát ugye növényi tej, de ezt is mindig így felesbe, hogy vízzel szoktam fele-fele arányba, akkor ugye a fehérjepor, általában egy banánt teszek bele, van, hogy magyaróvajat, rengeteg receptünk van, mert ugye van olyan smoothie, ami mondjuk nagyon antioxidánsokban gazdag, különben lehet akár a kettőt a kollagénnel is keverni, van, hogy zöld smoothie-t csinálok, tehát éppen, hogy mire van igényem vagy szükségem. És tehát, hogy smoothie, akkor zapkásába belekeverni. Én joghurtba, tehát délutáni snackként, most így ez a mániám, hogy növényi joghurtba belekeverem, de ezt lehet sima joghurtba, ha valakinek az az igénye, és ez egy ilyen, nekem ilyen tökéletes kis snack, gyümölcsöt is belevagdosok. Sütikbe, rengeteget szoktunk sütni, és ugye itt is egészséges süti recepteket töltünk föl, viszont akkor a fehérjének köszönhetően még itt is ugye egy ilyen extra fehérje pótlás, vagy fehérje bevitel, emellett ugye azért a lendületet is ad, telítettségérzetben is segít, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és tényleg annyi féleképpen lehet használni és alkalmazni. És ezt lehet reggel, lehet délben, lehet este, tehát éppen amikor kívánod. Van, aki írja nekünk, hogy esti desszertként iszom mondjuk a fahéjas csoki fehérjét, úgyhogy tényleg nagyon sok féleképpen lehet fogyasztani. A recepteket azokat hol lehet megtalálni? Azt tudom, hogy te folyamatosan az Instagramodon is főzöl, meg különböző ilyen kis trükköket mutatsz, tehát azt látom, hogy a tartalmat gyártod, de hogyha mondjuk valaki éppen most kezd bele, igen, az ismerkedésbe az Esszával, akkor az hol tud segítséget kapni? Elsősorban a weboldalunkon, a www.essaworld.com, vagy perhu, ugye két nyelvű a weboldalunk, és ott van egy blog részünk, ahol nem csak recepteket osztunk meg, hanem különböző blogposztokat, akár a mentális egészségről,
edzéseket is, vagy hogy éppen a, tényleg akár a ciklusodnak szakaszához mi ajánlott, hogy hogyan ez. Tehát, hogy így próbálunk tényleg edukálni, és egy közösséget kialakítani, és amit mindig is mondok, hogy az Essaworld-el nem csak a termékeket szeretnénk eladni, hanem hogy mindenki megtalálja azt az egyensúlyt, tehát hogy egy egyensúlyt és egy szintfenntartást megtalálni, és különböző praktikákat osztunk meg, amik segítenek ebben. Ugye ez egy nagy ugrás, hogy ennyire elérhető lett, tehát ennyire kézzelfogható lett, és most a rossz már a gondolok, hogy most már ott van a boltok polcain, be lehet menni, meg lehet fogni, még akkor is, hogyha nem lát az ember bele, de azért szerintem a vásárlásnál az egy fontos, ráadásul a magyar vásárlóknál az a tapasztalatom, hogy kifejezetten fontos az, hogy valahogy meg tudjanak ismerkedni személyesen a termékkel. Egy kicsit nekem beszélj, légy szíves, mert amúgy nagyon telített a piac, igen, nagyon-nagyon sokféle étrend kiegészítőt lehet kapni. Az, hogy belső szépség, az egyébként mit akar ennél a terméknél? Ennél a terméknél, ami nekem a célom volt, hogy egy olyan multivitamin tudjak létrehozni, ami nagyon sok mindent le tud fedni. Tehát ismét az utazásaim során nem szerettem, hogy nem tudom, 5-6 különböző üveget kell vinnem magammal, és akkor azt is időzíteni, vagy hogy mit, mikor, hogyan szedjek be, ezt így fejben tartani, tehát ezt próbáltam leegyszerűsíteni, hogy egy olyan kapszulát tudjunk létrehozni, ami azért több mindent lefed. És az első számú prioritás, vagyis hát az első kapszulánknál az tényleg az volt, hogy egy multivitamin legyen, amit tartalmazza a szervezet számára szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat, tehát hogy ez egy ilyen általános hát multivitamin legyen, amit úgy gondolok, hogy nyitottabbak itthon az emberek egy multivitaminra, mint hogyha egy nagyon specifikus... Igen, nagyon célzott. Igen, tehát hogyha valami nagyon célzott dolgot szerettem volna, és ez így bevezetésként is egy ilyen könnyebb ismer, mert hogy könnyebben megismerkednek vele, és azért belső szépség, mert tehát ugye van, azt szoktam mondani, hogy három részből épül fel ez a multivitamin. Van ugye a vitamin és az ásványi anyag része, ami az általános egészséget és az immunrendszerünk támogatását segíti. Akkor van egy szépséget támogató blend, amiben van kollagén, hialuronsav, Q10 koenzim, és akkor ez így a szépség része. És még van a növény, még emellett növényi kivonatokkal gazdagítottuk a kapszulánkat, amik közül van csipkebogyó kivonat, szőlőmagörlemény, zöldtea kivonat, tehát mindegyiknek van több fajta jótékony hatás. Tehát antioxidánsok is. Nagyon magas az antioxidáns tartalmuk, van, aminek ugye kicsit élénkítő hatása is van, és mondom, így az volt a célom, hogy egy ilyen nagyon jó támogató kapszulát tudjunk létrehozni, amivel az egészségünket, de természetesen a szépséget is tudjuk támogatni. És ez férfi női vitamin? Igazából főként nők, most férfiak is szedhetik, azért van egy-két olyan hatóanyag, aminek ugye magasabb, például a vastartalma sokkal magasabb, tehát van, amit így főként, nekem az volt a célom, hogy ezt nőkre fejlesztem, kollagén, Q10 koenzim miatt is, és szokták is amúgy kérdezni, itt tényleg azért a csomagolásunk is meg maga az Essaworld, de mondom, a fehérjénél is sokszor írják nekem a vásárlók, hogy úristen, a párom elfogyasztotta az egész fehérjémet, annyira megszerette. De mondom, hogy mi elsősorban ezt nőkre fejlesztettük, vagy nőknek terveztük ezt a vitamin. Akkor még egy kicsit azért a kollagénről beszélj, légy szíves. Ugye ez egyféle ízben van, málnás, ami azért viszonylag az determinálja, de tudom azt, hogy amúgy még készülsz bővíteni a palettát. A kollagén az kinek és milyen mennyiségben kell? Mit csinál a szervezetünkben? Tehát a kollagén az a testünkben előforduló legnagyobb fehérje, és a 20-as éveink közepétől kezd el a testünk természetes kollagén képződése csökkenni. Úgyhogy egészen mondom én is így azt, hogy kollagén, csak így hallottam róla nagyon sokáig, és ugye csak később kezdett el engem is érdekelni. Úgyhogy így azt szoktuk mondani, hogy a 20-as évek közepétől érdemes kollagént fogyasztani, és általában így a napi ajánlott bevitel az a 10 és 15 gram
tehát 10-15 gram közötti mennyiség, amit szoktak ajánlani. A mi termékünkben 10,3 gram kollagén található, emellett tartalmaz még hialuronsavat és C és E vitaminnal dúsítottuk, hiszen a C vitamin és a test természetes kollagén képződését serkenti, és segíti ugye így a felszívódást is. Úgyhogy amúgy 12 gram egy adag, és ezt is vízbe keverve nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, de hogy magának a kollagénnek ugye a legtöbb jótékony hatása, sokan azt gondolják, hogy hú, ettől most akkor én megfiatalodok. Nem fiatalít meg, viszont ugye segíti azt, hogy a bőrnek egy teltebb, feszesebb megjelenése legyen, hiszen a hialuronsav is vízmegkötő hatású, és a kollagénnek különben a legjobb fő hatásai a csontok támogatása, ízületekre rendkívül jó, tehát támogatja a szépséget, de mi nem mondjuk azt, hogy ettől most neked meg fog nőni a hajad és a körmöd, mert elsősorban inkább az, hogy vagy az egészséges gyomorrendszernek a támogatása. Tehát, hogy mi inkább így ebből a szempontból közelítjük meg, de természetesen ugye azért a kollagént mindenki azért issza, mert hogy ettől szebb lesz a bőre, jobban fog kinézni. Úgyhogy a kollagénnek van ez a szépítő ismertsége, viszont emellett mondom tényleg az erős csontok, az ízületek, tehát hogy ebben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Igen, a nagymamáink mondták, hogy csirkelábat kell szopogatni. Uh-huh. És ugye a magyarok különben, tehát, hogyha meg arra gondolsz, hogy kocsonya, igen, abszol, a húsleves persze. Is, tehát hogy nagyon sok olyan ételünk van, aminek ugye magas a kollagén tartalma, és én egy nagyon-nagyon jó terméknek tartom, és a mai napig fogyasztom, és én tényleg nagyon szeretem a hatását.